Szakmai fórumon óvónők mutatták be azokat a gyakorlatokat, amelyeket alkalmaznak a mindennapok során a gyerekek nyelvi fejlesztése érdekében. A Városi Fejlesztő Műhely és a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei pedagógiai szakszolgálat egy évtizede működik Nyíregyházán. Céljuk, hogy segítsék a pedagógusok, óvodapedagógusok munkáját és felhívják a figyelmet a kiemelt bánásmódot igénylő gyermekek fejlesztési lehetőségeire. Kovács Éva tagintézmény vezető beszédében kiemelte, a szülőknek minden évben nyílt szakmai heteket szerveznek, hiszen a szakemberek munkája mellett rendkívül fontos a szülők segítsége is. Úgy szervezzük a programjainkat, ezt évente 4-et szervezünk ebből. Bevonunk logopédus, több pszichológus, gyógypedagógus, fejlesztőpedagógus, ha kell éppen gyógytestnevelőt, hogy éppen mi az aktualitása az adott oktatási rendszernek, nevelési intézménynek. Az óvodában, hogyha, mint most, ennek az aktualitása a nyelvi kommunikációs készségeknek ugye a 3 éves kötelező szűrésé bevezetése került, mit tudunk tenni ezekkel a gyerekekkel, akik fennakadnak a logopédiai szűréseken, hova küldjük tovább őket, mivel tudjuk segíteni, és ehhez az óvodát azért vonjuk be, mert ők is rendelkeznek speciális módszertanokkal, és ezen a napon ezt bemutatják részben egymásnak az óvodák, részben nekünk. Logopédusként a nyelvi fejlesztés egy elég összetett feladatot foglal magába, hiszen leggyakrabban a 3 és 4 éves korosztályt érinti a nyelvi késés folyamata. Így a gyerekek életkorának megfelelő játékos feladatokkal és mozgási gyakorlatokkal kell megalapozni a gyerekek beszédkészségét. Barta Mónika logopédus szerint a gyermek nyelvi fejlődésében a családnak is fontos szerepe van. Az anyanyelv az a egy nagyon fontos eleme a gyermek fejlődésének, az anyanyelv tanulása, az anyanyelv elsajátítása, és ugye benne van a nevében, hogy az anyának, a családnak ebben óriási szerepe van, hiszen az anya az, aki a nap szinte minden percében, az első 3 évben a gyerekkel együtt tölti az életét, játszik, mondókázik, beszél, mesél, és tulajdonképpen ezek azok az elsődleges lépések, amivel leginkább tudjuk segíteni a gyerek nyelvfejlődését. A gyermek szókincs és nyelvfejlődési elmaradása tanulási és beilleszkedési nehézségekhez vezethet. Ezért érdemes időben szakemberhez fordulni, hiszen a nem megfelelő kommunikáció számos egyéb hátrányt is okozhat felnőtt korban is.